Szép napot, welcome, bienvenue. Ne álljon a kamera elé. Micsoda? Maga felveszi? Felrakom a Mumsnet-re. Amit hálásan köszönünk. Na, örülök, hogy eljöttek az egyik nyílt szex előadásunkra. Bocsánat, a nyílt szex óránkra, a felvilágosításra. Itt senki sem szexel. Nos, tudom, hogy mind félnek, hogy a gyerekeik kapcsolatba kerülnek a francia diákokkal, akik kifogásolható módon viselkednek. De ne féljenek, mert szerencsére, éve, ezek a diákok bizony hollandok. Szóval, semmi risza, jöhet a rizsa. Ezzel leléptem. Nyugalom, fiúk és lányok. Beszélgessünk. Hogy hol jártam? Jó kérdés. Nos, egy szobában ülve megvizsgáltam a péniszemet. És tudjátok, tetszett, amit láttam. Miss G-nek igaza van. Hogy tudnátok megismerni a saját péniszeteket, ha nem ismeritek meg előbb az én péniszemet? Nem erre gondoltam. Nem kellenek könyvek, vagy könyvtárok. Minden válasz megvan itt, a gatyatárban. Tehát, új fejezet. A szex. Szerintem most ti beszéljetek. Nem akar valaki elmondani valamit az osztálynak? Joe, talán neked van valami mondani valód, egy vallomás, amit én inspiráltam? Nincs. A fő, hogy jól érezzük magunkat. A mi testünk, élvezzük ki. Értem, elnézést. A mi témánk nem az öröm, vagy az élvezet, who given. A mi témánk a szex, oké? De ha nem vagy elég érett ehhez a témához, nem gond? Elég érett vagyok. Őszinte legyek. Oké, jó. Imádom nyomkodni a klitoriszt. Ne mondj ilyet! Mi az a klitorics? Az semmi, nem létezik, egy legenda. Azt állítja, hogy a klitorisz legenda? Mi az a klitorics? Chantel megmutatja. Oké, jó. Chantel, ne, léci nevet közben. Hey, ember, mondja el maga a tapasztalatait. Nem akar valaki beszélni, Joe? Mi az a klitorics? És mi az a milf? Ez nem segít. Az ön anyja milf? A milf olyan anya, akit szeretnék meg... Ölelni. Anya, akit szeretnék megölelni. Joe, biztos, hogy nem akarsz elmondani valamit? Biztos. Mi ez a szag, amit érzek, ha? Csak nem sajt, mintha egy farmon lennénk. Meleg vagyok. Hogy mi? Nem hallottam. Ismételd meg hangosabban. Meleg vagyok. Meleg! Bizony! Micsoda vallomás! Gratulálok, Joe! Tök jó, haver! Lógsz egy ötössel, mondtam, hogy meleg. Igazából nem vagyok az. De, egészen biztos, hogy meleg. Most akkor meleg vagy? A tanár úr kényszerített rá. Nem, ez nem igaz. De igaz. Nem. Azt mondta, ha nem leszek meleg, akkor elküld Hollandiába egy farmra. Na, így sokkal rosszabbul hangzik, mint ahogy történt. Ja, Grayson küldött egy fotót arról, ahogy kijönnek a női WC-ből. Francba! Szájdert vettem neki! Az nagy baj. A Mumsnet lefulladt. Az nem. Ha ennyire szeret szexelni, mi a kedvenc pozíciója? Mindegyik. Nem váltanánk témát. És előjátékból? Az összes fontos. Mikor szexelt utoljára? A szabadságomon. Ki volt a csaj? Már régen volt, nem emlékszem. Mi volt a vége neve? Nem volt neve. Talán tőke volt? Nem tudom. Volt. Mi volt a neve? Jó volt? Nyugalom. Felmaradjunk pornó? De... Milyen volt? Na kérem, legyen őszinte! Halljuk! Mondja el! Mondja már el! Még soha! Oké? Még nem feküdtem le senkivel. Volt egy barátnőm egyszer rég, de tartogatta magát. És... nem történt meg. Mi az a glitorics?